Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon, illetve a TikTok csatornán. Sikeres volt a kilövés a hold sötét oldala felé tart a Chang'e 6 kínai űrszonda. Kína nagyot lépett előre a Föld kísérőjének felderítésében. Első kínai hold istenről elnevezett Chang'e 1 2007-es küldetés óta. Ez az egyik oka annak, hogy azt mondom, meg már annyiszor elmondtam, hogy minden ország együtt dolgozik a háttérben. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Az, amit látunk a felszínen, hogy Kína meg az Egyesült Államok egymás ellen van, hogy Észak-Korea, Dél-Korea, teljesen mindegy, hogy milyen nemzetközi konfliktusról van szó, a háttérben az erők, amik mozgatják a világot, azok egy asztalnál ülnek, és egy követ fújnak. De hogy vasat és nikkelt visszahozni egy aszteroidáról, azt nem tudom, hogy hogy fogja bárki is jövedelmezővé tenni, hogy létrehoz majd egy olyan űrhajót, ami elmegy oda, leszáll, kibányász, a felszáll, visszajön ide, úgyhogy még profitot is termel közben. Jaj. 220 km széles kisbolygó a jövőbeli aszteroida bányászat egyik célpontja lehet. Szóval az, aki a gömbföldben hisz, az kénytelen elfogadni ezt is. És az, nem is tudom, komikus. Jövőbeni aszteroida bányászat egyik célpontja lehet. 10 trillió dollárt érhet a fém tartalma alapján. Azt ide el kell hozni a földre, az nem úgy van, hogy mint itthon, hogy oda küldök egy nagy markolót, azt kibányászom, meg nagy traktorokkal elhozom onnan. Ez az űrbe van. De ezt már két galaxis közé kell képzelni. Egyik galaxis, a másik, és közé. Hogy fogja kibányászni az űrben? Mi fogja azt kibányászni? Visz magával markológépeket, és azok fogják majd bányászni az aszteroidából, meg fúrni? Vagy fúr, azt összegyűjti magába, hogy hozzá el azt a súlyt? Mikor azon van az összes űrkutatási cég állítólag, hogy minél könnyebb legyen az űrhajó. Minél kisebb terhet vigyen, mert minden egyes gramm az problémát jelent. Óriási, hosszabb alakú világ űrszelet, az a kozmikus gigász brutyó! De vasat meg nikkelt visszahozni egy aszteroidáról, az nem jelent problémát, és én vagyok a hülye. Mekkora súlyt fog képviselni egy ilyen vas, meg nikkel, bányász űrhajó? És hát természetesen van az aszteroidáról egy fényképünk, vagy legalábbis egy ilyen rajzunk, mint ahogy az összes többi dologról az űrben, hisz ez egy fantázia szüleménye az egész. Sose létezett, sose fog ilyen formában. Ezeket csak kitalálták nekünk. Igen, ha sikerült volna 2022-ben elindulni, a 2026-ban érkezett volna meg. Biztos megéri egyébként egy vállalkozásnak az, hogy elküld valahova egy ilyen több milliárd dolláros szerkezetet, ami majd 4 év múlva visszaérkezik valamennyi nikkellel meg vassal. Közben az egész gazdaság megváltozott 4 év után. Már most itt nálunk ilyen zöld átállás van, szóval lehet, hogy vasat nem is lehet használni. Mi lett volna, ha elindul 4 évvel ezelőtt, az visszaérkezik most, azt megtudják, hogy kösz, hogy hoztad ezt a több milliárd tonna vasat, valami csoda, de már nem is használhatunk vasat, meg szenet sem, meg olajat sem, mert közben már zöld átállás van, meg 15 perces városok lesznek. Úgyhogy géniusz ötlet az, de ezzel nem gondolkozik senki. Mindenki csak olvas, hogy fú, tényleg aszteroidáról fogunk bányászni, milyen király, ja, nagyon jó. Óriás, mire fogjuk használni a vasat meg a nikkelt, mikor nem lesz autógyártás? Nem lesz semmi, mivel null szén-dioxid kibocsátás lesz. Azért jöttem ide önökhöz, hogy elmondanám, hogy mi hülyeség, mi nem az. Mostantól megtudja, hazamegy és onnantól tudja. Ez költséghatékony is lehet, hiszen nem szükséges visszaszállítani a nagy mennyiségű fémet a földre. Akkor mehetünk tovább végül. Nem is olyan nagy dolog finomítani a vasat meg a nikkelt, feltételezem. Én nem kell hozzá sok minden, gondolom egy aggregátor, vagy valami ilyesmi. Miből lesz az energia ott majd, amivel lehet finomítani ezeket az anyagokat? Valamiféle kohászatra van szükség, feltételezem. Nem gondolhatjuk, hogy úgy finomítják ezeket a dolgokat, hogy felhevítik, szétolvasztják. De hát ez egyszerű egy aszteroidán, ahol mínusz 300 fok van, 32 000-rel megy, meg a menetszél lefújja az összes porszemet róla, de ez megragadott,
egy kohót létrehoznak az aszteroidán, finomítani fogják a nikkelt meg a vasat, azt valahogy berakja majd magába, és felszáll ezzel a több millió tonna anyaggal, és visszarepül a Földre, a galaxis másik végéről, mert közben megtett 3 év alatt mennyi távolságot tesz meg egy aszteroid, amely 23 ezerrel repül, vagy mennyivel. Mit tudom én? De nem úgy van, mint ide nagy káta, hogy egy óra alatt ott vagyok, meg vissza. És onnan visszalövi magát ide a Földre, és ezzel a több tonna valamivel belép a légkörbe, nem tudom hány, akármennyi 1000 km/h sebességgel, és gond nélkül landol itt majd. Tehát ételezem úgy, hogy így meg is fordul, és így fejjel lefele leszáll. És én vagyok az, aki hülye. Besenyő, hódlakó, űrruhába itt vár. Együttem önökhöz. Megtanítom önöket horgászni. Mindezt úgy, hogy 13 millió dolláros finanszírozást szerzett, ez egy valamiféle befektető cégtől. 13 millió dollár. 13 millió dollár az gyakorlatilag zéro egy ilyen szinten, ahol ez van. 13 millió dollárt ilyen ruhaipari vállalkozások használnak fel néhány év alatt, hogyha valamit akarnak magukkal csinálni. De bármiféle fizikális termékgyártó Amerikában egy fél évtized alatt 13 millió dollárt elhasznál, ez meg aszteroid a bányászatról van szó. A cég állítása szerint októberi lesz az első valódi kereskedelmi mély űrrepülés. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaoutja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.